Szent István Művelődési Ház adott otthont a Szent György Kórus jubileumi koncertjének. A Fejér vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház kórusát negyedszázada alapították az intézmény énekelni szerető tudós dolgozói orvosokból, asszisztensekből és más a kórház munkájához kötődő lelkes emberekből áll az énekkar, amely állandó szereplője Székesfehérvár kulturális életének. A koncert előtt Lerner Zsolt alpolgármester köszönetet mondott a város nevében az elmúlt 25 évért, és a jeles jubileum tiszteletére polgármesteri elismerő emlékérmeket nyújtott át dr. Cserpakovics András polgármester nevében a kórus képviselőinek. 25 éve volt egy álmom. Én addig hematológus asszisztens voltam, szakasszisztens, és egy váltottam a kórházba. Sok osztályra mentem, és láttam azt, hogy valahogy olyan összefogás, összetartozás, az nincsen a műszakokon kívül. És az adta az ötletet, hogy akkor miután mindig kórusokba énekeltem, a jó hangúakat összetoboroztam. Ez volt 25 éve. A karnagyi szerepkört másfél évtizede Tóka Szabolcs orgonaművész és zenetanár tölti be, vezényletével számos egészségügyi konferencián, jótékonysági eseményen léptek már fel, de szerepeltek például Bécsben, a Kárpátaljai Borrendek találkozóján, Székesfehérvár testvérvárosaiban és Kanadában is. Különleges dolog kórházi kórusban dolgozni, mint karvezető, és ez egy nagyszerű gondolat volt dr. Juhász Árpádné Klárika részéről, amikor negyed századdal megfogalmazódott benne, hogy a kórházi házi ünnepségek színvonalát, ünnepélyességét emelendő, hát legyen egy olyan zömmel dolgozókból alakult énekegyüttes. A születésnapos kórus nagy érdeklődés mellett ezúttal is a kórus muzsika szerzőinek színe javát előadva erősítette meg Kodály Zoltán örökbecsű gondolatát. Korunk olyan úton halad, amelynek végén az ember géppé válik. Ettől csak az ének szelleme véd meg. Hisszük, hogy az emberiség boldogabb lesz, ha megtanul a zenével méltóképpen élni, s aki csak valamit tesz is ez irányában, már nem élt hiába.